Jó estét kívánok! Önök az Apropót, az Ózdi Városi Televízió hetente jelentkező közéleti magazinját látják. Mára is érdekes témákkal készültünk önöknek. Mindenek előtt nézzük képes tartalomjegyzékünket. Betegségről és megelőzésről dr. Shahin Favazzal. Egyeztetések az ABB dolgozóinak jövőjéért. Felkészülünk a kerékpáros szezonra. Bizonyára önök is tapasztalták már a környezetükben, hogy sokan különféle betegségek tüneteivel küzdenek. Lehet ilyen az influenza, lehet ilyen a hányás, hasmenéses megbetegedés. A megelőzésről és a betegségek kezeléséről fogunk ma este beszélgetni. Vendégem dr. Shahin Favaz, kollegális főorvos, köszöntöm a stúdióban és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, üdvözlöm a tévénézőket. Kezdjük talán az influenzával. Hogyan lehet felismerni a betegséget, illetve hogyan különböztethetjük meg azt, hogy most influenzával küzdünk, vagy csak influenza-szerű tüneteink vannak? Hát igen, az influenza az egy összetett megbetegedés. Van influenza-szerű tünetek, illetve van nátha, illetve meghúlés. És ezek mind összehasonlítanak egymásra. A tünetei általában köhögéssel, izomlázzal, fáradtsággal, tüsszentéssel, torokkaparással kezdődik. Azt mondjuk, hogy tényleg influenza, ahhoz szükséges a szerológiai vizsgálatokra, illetve a laboratóriumi vizsgálatokra, hogy tudjuk bebizonyítani, hogy influenza vírusról van szó, vagy nem. Hála jó Istennek, itt a mi megyénkben már nincs influenzás beteg, viszont Hevesben már sajnos van. Itt szeretnék hangsúlyozni, hogy még mindig nem később beadatni az influenza elleni védőoltást, mivel a védettség két hét alatt alakul ki, és sajnos most tetózik februárban, február-márciusban tetózik az influenza a változékony időjárás miatt. Mennyire népszerű egyébként maga a védőoltás, mennyire kérik ezt a betegek akár az ön praxisában? Változó. Sajnos az utóbbi időben nem nagyon igénybe veszik, de örülnék neki, ha most igénybe vehetnék, blána. Ezeknek ajánlanám, akik idős betegek, 70 év felettiek, vagyis krónikus betegségbe szenvedők, az asztmások, a szívbetegek, vagy esetleg daganatos betegek, ezeknek nagyon ajánlatos most ebben akkor az időszakban is a házi orvos kollégáknál található még mindig, és hangsúlyoznám még mindig nem később. Hogyan terjed a betegség, és mit tehetünk a megelőzés érdekében, már a védőoltáson kívül természetesen? Hát igen, a betegség általában cseppfertőzéssel terjed. Cseppfertőzés az, hogy nagy közösségekben, mondjuk idősek otthonában, iskolában, óvodákban egy köhögéssel, az maga a cseppfertőzéssel terjeszti ezeket a vírusokat. A megelőzés a legfontosabb, ha valaki már köhög, vagy meg van fázva, meghullésbe szenved, legjobb a agynyugalom, itthon maradás, és kerülje ki a nagy közösségeket. Az a legjobb megelőzés talán tulajdonképpen. Hogyha valakinek akár a munkájából adódóan, de mindenképpen közösségbe kell mennie, akkor ott mi a legjobb eljárás? Ez a sűrű kézmosás, fertőtlenítés? Az is fontos, sűrű kézmosás, fertőtlenítés. Esetleg, ha nagyon muszáj mennie dolgozni, akkor érdemes egy maszkot használni. Mert köhögéssel terjed, illetve cseppfertőzéssel. Tehát akkor Ózdon, illetve Borsod megyében még nincsen? Egyelőre tudomásom Hevesen. Szerint, még a, igen, már influenza vírus, illetve influenzájár van, nincs. Viszont Hevesben igen, ha jól tudom, igen, van. És aki orvoshoz fordul, ő milyen segítséget tud kapni, hogyan zajlik ennek pontosan a kezelése? Hát ettől függ, mondjuk vannak influenzás, az influenza általában úgy kezdődik, hogy ahogy mondtam, magas láz, köhögés, tüsszentés, kellemetlen torokkabarás. Ettől fog, ha ennyire súlyos az alapot, akkor antibiotikumot szoktuk adni, plusz tüneti terápia. De egyelőre én javasolnám mondjuk a tüneti terápiát. Az ebből áll, hogy különböző köptetők, folyadékbotlás, citromos teját, neocitrátok, az nagyon fontos. Tehát mondhatjuk azt, hogy az antibiotikum az csak már egy előre haladott állapotban, csak szükség esetén. Hát antibiotikumot akkor, mert általában a vírusok ellen nem tudunk védekezni, csak a megelőzéssel. Antibiotikum legszükségesebb esetben adjuk esetleg, ha kialakult tüdőzsolódás, ahhoz kellene vérvétel, még kellene egy röntgen vagy radiológiai kép alapján, akkor célzottan adjuk antibiotikum, mert sok antibiotikum, fölösleges antibiotikum inkább árt, nem használ.
Az influenza mellett a másik olyan megbetegedés, ami most itt a környezetünkben is nagyon gyakran jelen van, és terjed is, ez a hányással, hasmenéssel járó megbetegedés. Tulajdonképpen minek nevezzük ezt? Hát igen, az általában vírusok okozzák, többfajta vírus, hogy mondanám minden milyen vírusokat okozzák, és a legfontosabb szabályok a megelőzése, fertőtlenítés, a gyomocsokat mosása többször, a kézmosás, az nagyon fontos, és általában az a hasmenés, hányásos járván, az ilyen egy-két nap alatt lazajlik, magától is meggyógyul diétevel. Viszont a megelőzése nagyon fontos az, hogy a közös vécéket takarítása, az ajtókilincset takarítása, mert mind kontaktfertőzéssel terjednek. Az alatt azt értem a kontaktfertőzés, mondjuk az ajtókilincs emberről emberre, az ajtókilincsen megfogja, akkor igen, már ott maradnak a vírusok, a vécékagylót, ha felemeli, szintén ott maradnak a vírusok, ezért érdemes ezeket tisztán tartani, utána fertőtleníteni többször, és hangsúlyoznám a kézmosás fontosságára, akár iskolákba, óvodákba, más közösségekbe, az nagyon fontos. És ebben a betegségben is vannak veszélyeztetett korosztályok, hogy akár mondjuk a gyerekeknek, illetve az idősebbeknek, ha gyengébb az immunrendszer, könnyebben elkapják? Igen, a veszélyeztetett korosztály tulajdonképpen az idős korosztály, még a csecsemok, illetve a gyerek korosztály 6 éves korig, mert hányással sok folyadékvesztesség jelenik a szervezetben, és kiszáradás. Kiszáradás gyerekkorban az veszélyes, illetve időskorban veszélyes. És ezzel ellen már tudjuk védekezni, vannak különböző rehidráló folyadékokat, gyógyszertári készítményeket, amiket meg tudjuk venni. De ha ennyire súlyos, akkor inkább forduljon orvoshoz, vagy kórházi felvétel szükség van rá, hogy kivédjük a kiszáradást, mert ez veszélyes tud lenni. És ugye a gyerekek esetében itt különösen fontos az, hogy ilyenkor már ne járjanak inkább iskolába, hiszen egymást fertőzhetik könnyen. Természetesen nagyon könnyen tudnak fertőzni, pláne az óvodák, még az iskolákban. Inkább maradjanak itthon 2-3 napig. És hogyha akár az influenzára, akár erre a hányás, hasmenéses megbetegedésre gondolunk, itt ez mikor fertőz? Amikor tünetei vannak, akkor is fertőz, vagy ez már a lappangási idő alatt? A lappangási idő alatt szokott fertőzni, amíg tünetmentes is fertőzhet. És azzal talában 2-3 nap. Ezen kívül ugye most azt tapasztalhattuk az elmúlt, hát akár már több hétben is, hogy hol igazán hideg van reggelre, mínusz néhány fok, napközben pedig 10 fölé is emelkedik a hőmérséklet, változékony az idő, napsütés, köd, most tényleg minden van. Ez kiket terhel meg a leginkább, és mit okozhat? Hát azt lehetne mondani, a lakosság 87%-a érzékén a front hatására, illetve az időjárás változására. Általában a hideg hatására beszúkulnak az erek, és ahol szúkulnak be az erek, emelkedik a vérnyomás, és a vérnyomásnak az emelkedése okozhatja az infarktus, okozhatja a trombóziskészséget, okozhatja az úgynevezett anginabaktori szindróma, az a szorító jellegű mellkesi fájdalom, a hideg hatására. Viszont a meleg hatására, amikor hirtelen felmelegedés van, akkor ezerek tágulnak, és ahogy tágulnak ezerek, abból kifolyólag jönnek a panaszok, jön a fejfájás, esik le a vérnyomás, a migrénes beteg fokozódik a fejfájása, a reumás betegek érzik az izületeiket, a fájdalmak, viszont aki csonttörésbe szenvedett esetleg is meggyógyult, az is érzi a fájdalmat, az időjárás változékony hatására. Viszont itt említeném, hogy február-áprilisi időszakban van az úgynevezett tavaszi fáradtság, az az idő, az a két hónap időbont, ahogy atál a szervezet a hidegból, a melegbe, akkor érzük magunkon, hogy koncentráló képesség csökkent, érzük azt, hogy fáradtak vagyunk, és az időjárás változékony időjárás hatására jelenik meg. Tehát ennek is gyakorlatilag ugyanazok a szervi okai, hogy az ereknek az összehúzódása, tágulása? Igen, mind a kettő, plusz a szervezetnek az atalása, az energiaforrásai, ahogy jövünk ki a hidegből a melegbe. És egyébként, aki tudja magáról, hogy ő
magas vérnyomástól szenved, vagy valamilyen reumás panaszai vannak rendszeresen. Ő mit tehet? Van valamilyen mód a megelőzésre, hogy elkerülje azt, hogy nagyobb baj legyen ebben az időszakban? Hát a legfontosabb, a hidegben inkább próbáljon tartózkodni meleg helyen, kerülje ki a fokozott terhelést, saját maga a beteg, vagy az ember tavasztalja inkább ezeket. Illetve aki teheti, az talán mozgással is, testmozgással is tehet az egészsége érdekében? Igen, az is sokat segít, az is sokat segít, az is sokat segít. Viszont azt is hallani időről időre, hogy itt a mi térségünkben sokszor rossz a levegő minősége, a szállópor, a smog, ez ugye légúti betegségeket is okozhat, ilyenkor pedig inkább ajánlatos elkerülni azt, hogy kint tartózkodjunk. Igen, nem csak az okozhat légúti betegségek, a meglévő légúti megbetegedéseket fokozza a veszélyét, illetve fokozza a súlyosabb lesz. Fokozza a súlyosabbosságát, például a COPD-be szenvedők, az asztmás betegek, daganatos betegek érzik azt, hogy jobban fullednek, rosszabbul érzik magukat, szóval a smog az fokozza inkább. És akkor nekik azt lehet javasolni, hogy ők ezeken a napokon, amikor itt nagyobb koncentráció, akkor inkább ne sokat tartózkodjanak szabadban, és ott ne végezzenek intenzív mozgást? Igen. Inkább kerüljék ki az intenzív mozgás, akkor úgy ne szabadba tartózkodjanak sokszor. Végül egyetlen kérdés erejéig térjünk rá arra, hogy ugye a magyar médiában is nagyon sokat szerepel a koronavírus, ami hát ugye talán fel is fújták, de mindenképpen egy veszélyes megbetegedés. De ez egészen pontosan mit jelent, és mennyi annak a realitása, hogy ez itt Magyarországot komolyabban érinthesse? Hát én olyan biztos vagyok benne, hogy most szembe ülsz velem, hogy a koronavírus ki fog kerülni bennünket. Mert Magyarország messze van Kínától, ez egyik dolog. A másik dolog, itt komoly óvintézkedéseket hoztak, illetve léptették elő Magyarországon, és nagyon messze van Kína. A koronavírus az olyan vírus, ami még mindig ismeretlen eredetiológiai, ismeretlen eredetű. Azt mondják, hogy állattól, macskától, cicettől, kutyától, de ismeretlen eredetiológiai, és állatról emberre terjed. És az a veszélye a koronavírusnak, hogy gyors lefolyású. Olyannyira gyors lefolyású, hogy kezdődik, mint influenza szarú tünetek, vagy mint influenza, magas láz, köhögés, tüszögés, minden, és hamar kialakul az úgynevezett ARDS, akut respiratikus stressz szindróma, ami azt jelent, átmegy egy légzési elégtelenségbe, és halállal végződik, amíg nem találják az ellenszerét. De itt szeretném hangsúlyozni és megnyugtatni a lakosságot, Magyarországot biztos ki fogja kerülni, mert olyan óvintézkedéseket előtérbe helyezték Magyarországon, hogy itt kizárt, hogy ide érkezzen a koronavírus. Mondanánk egy példát, hogy magyar állampolgár honfitársunk, aki jött a Kínából, már abból karanténbe zárták őket Budapesten, már abból László kórházba fogadták őket, már abból kivizsgáltatták, pedig ezek nem is érintettek, nem is ilyen területen voltak, ahol az a vírus jelent meg. Úgyhogy még egyszer nyugtatnám a lakosságot, a koronavírus hát biztos ki fog kerülni bennünket, Magyarországra nem érkezik. Így legyen, és köszönöm a hasznos tanácsokat, hasznos információkat, köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, megtisztelő részemről, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Mintegy 1200 család, vagyis több ezer ember életét és megélhetését érinti az elmúlt heti bejelentés, miszerint az ABB az év végével bezárja Ózdi üzemét. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak a helyzet megoldása érdekében. Összeállításunkban megmutatjuk az eddigi történéseket. Több mint 1000 család életét befolyásoló döntést jelentett be a múlt héten a város egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az ABB Magyarország az idei év végével bezárja Ózdi üzemét. A lépést a piaci kereslet csökkenésével indokolták. A főként elektromos kis megszakítókat, áramvédő kapcsolókat és túláramvédelmi megszakítókat előállító gyár 2018-ban került a vállalat tulajdonába a G Industrial Solutions felvásárlásának részeként, de maga az üzem már mintegy 25 esztendeje működik a városban. Az Ózdi egység előjárói egy rövid megbeszélésen közölték a döntést a városvezetéssel.
Úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy veszteség Ózd városának, mind annak a körülbelül 1150 munkavállalónak, aki jelenleg ott dolgozik, és családjuknak, mind a város számára adóbevétel tekintetében, és még mennyi járulékos vesztesége lesz a városnak ezáltal. Azonnali hatható segítségre van szükség, ahol politikai hovatartozástól függetlenül kell összefogni. Én ezért holnap 9 órára ide a tárgyalóterembe invitáltam Rizs Gábor országgyűlési képviselő urat, Zsigray Árpádot, a járási hivatal vezetőjét, és Bárdos Gézát, a munkahelyi központ vezetőjét, ahol szintén itt lesz az ABB-nek a vezetősége, és én úgy gondolom, hogy ki kell dolgoznunk egy olyan módszert, aminek köszönhetően a következő évtől az itt maradó gyárat és infrastruktúrát esetleg egy befektető át tudja venni, és az itt dolgozókat tovább tudja foglalkoztatni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy gondolom, hogy a város egy újabb hasonló katasztrófa előtt áll, mint amikor a 90-es évek elején leépítették és bezárták az ózdi vasgyárat. Én azt is hiszem és vallom, hogy szükség lesz a kormányzat segítségére. Másnap rendkívüli egyeztetést tartottak a Városházán, amelyen a város vezetésen és az ABB képviselőin kívül a járási hivatal, valamint a munkaügyi központ vezetői is jelen voltak. A megbeszélésen elhangzott, hogy a beszállítókat jelen pillanatban nem érinti a döntés. Ők az ABB más európai üzemeivel továbbra is együtt tudnak működni. Janicsak Dávid kiemelte, az a cél, hogy a munkájukat elvesztő dolgozók foglalkoztatását helyben tudják megoldani. Elemeztük a kialakult helyzetet, a dolgozók munkába lépése a legfontosabb számunkra, hogy amikor megszűnik a munkahelyük, akkor legyen utána lehetőségük. A járási hivatal vezetője kifejtette, hogy hatalmas igény van munkaerőre, sajnos nem Ózdon, hanem a környező településeken, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a megyében, vagy akár a megye határon túl is. Ezt az ABB is megerősítette, akik azt mondták, hogy már több érdeklődést is kaptak más foglalkoztatóktól. Ezzel az a nagy probléma, hogy jelenleg a munkaerő mobilitásában gondolkodnak ezek a foglalkoztatók, és szeretnék majd valószínűleg magukhoz csábítani az itt felszabaduló munkaerőt. Nekünk viszont az a prioritás, hogy itt Ózdon oldjuk meg a problémát, és ezeket a foglalkoztatókat Ózdra tudjuk csábítani, és itt legyen befektetés, aminek kapcsán majd dolgozhatnak az ózdiak. Én bízom abban, hogy erre lesz lehetőség a jövőben. Várjuk miniszter urat is, mi lesz az ő meglátása ezzel kapcsolatban, és milyen kormányzati segítségre számíthat a város. Én megkértem az ABB vezetését is arra, hogy ha vannak érdeklődések, akkor ezt legyenek szívesek felénk is továbbítani, hogy tudjunk tárgyalni a foglalkoztatókkal. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen aztán napi rendelőtti felszólalásban volt szó az ABB bezárásáról, annak okairól és lehetséges következményeiről. Mindeközben az üzem közvetlen közelében épp úgy hosszú kocsisorok fogadták stábunkat, mint a bejelentést megelőzően. A munka ugyanis jelenleg még változatlan intenzitással folyik. A munkába igyekvő dolgozók többsége kamera elé nem akart állni, de sok információt megosztottak. Eszerint már hónapokkal ezelőtt érezhető volt, hogy bezárnak, hiszen erre utalt minden jel. Az elmúlt időszakban gyárrészlegeket számoltak fel, és berendezéseket szállítottak el az ózdi üzemből. Egyikük mégis mikrofon elé állt, persze arcát és hangját nem vállalta. Elmondta, hogy a minap kaptak egy szórólapot arról, hogy a jövőben milyen módon várják tőlük a munkavégzést. Olyan információk szerepeltek rajta, hogy mi várhat rájuk egy esetleges sztrájk bekövetkezésekor, illetve hogy a vállalat mi mindenben igyekszik majd a munkavállalók segítségére lenni. Például referencia levelet írnak nekik, és kilátásba helyezték más magyarországi telephelyükön való elhelyezkedés lehetőségét. Jelenleg 3 éve dolgozok náluk. Időközben vettünk fel több hitelt is, arról hitelt, személyi kölcsönt, amit fizetnünk kellene. Nehéz lesz. Megszűnik ez a munkaviszony. Jelenleg azt se tudjuk pontosan, hogy mikor, meddig fog tartani. A munkaerőkölcsönző cégnél vagyunk. Mi náluk bármikor megtörténhet az, hogy már nem enged be a kártya. Ezáltal nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. Az érintett hozzátette, hogy többen külföldi munkavállalásról beszélgetnek a sorok között, a nyugdíjhoz közel álló korosztálynak pedig fogalma sincs, mit tehetne. Rizs Gábor országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost a bejelentés napján telefonon értük utol, akkor éppen Budapesten egyeztetett. Másnap már Ózdon állt kameránk elé. Elmondta, foglalkoztatáspolitikai szempontból a rendszerváltozás óta nem volt ennyire kritikus a helyzet, éppen ezért minden érintett együttműködésére szükség van. Hozzátette,
Türelemmel, empátiával, higgadtan kell kezelni az ügyet. Láttam épp elég sírú embert a kohászat bezárásakor. Sokan talán már nem emlékeznek rá, én még igen. Amikor több ezer ember kínált és síratta a múltját, a maga történelmét. Nem szeretném megélni még egyszer ezeket a napokat. Éppen ezért nagyon fontos számomra, hogy helyén kezeljük a dolgot. Abszolút indulatmentesen szabad csak közelíteni a tényekhez. Azt szeretnénk elérni, hogy nem máshol, hanem Ózdon találják meg ezek az emberek. Az év végével bezárólag felszámoló vagy felszámolandó cégnél és annak utódjánál vagy utódjainál a maguk helyét. Találják meg a tudásuknak, tehetségüknek megfelelő legjobb állást, és ebben nekünk segítenünk kell. Éppen ezért volt, hogy a hétfői bejelentést követően egy-két órán belül miniszter úrral egyeztetve ezt a helyzetet, nyilván a miniszterelnök úr is áldását adta erre, miniszter úr már holnapi napon Ózra látogat, le fogunk ülni a cég vezetőivel, azt kérték, hogy ez egy bizalmas beszélgetés lesz a cég vezetése és az állam képviselője miniszter úr között, értelemszerűen azért, hogy mi történik az év végéig, és mi fog történni utána Ózdon. Rész Gábor elmondta, már most megjelentek fejvadász cégek, hogy elcsábítsák a dolgozókat. A cél azonban az, hogy helyben oldódjon meg az elhelyezkedés. Több céggel az elmúlt napon és mai napon is találkoztunk személyesen, illetve telefonon egyeztettük, hogy pontosan kidolgozzák azokat a feltételeket, aminek a mentén hajlandóak Ózd után nyúlni, Ózd után érdeklődni, az ózdi munkaerőt alkalmazni, és megnézzük azokat az infrastruktúrális feltételeket, amelyek ilyen, hogy víz, gáz, szennyvíz, elektromos hozzáférés, azoknak a nagysága mennyiben megfelelő a cég számára, aki ide kíván telepedni. Pénteken délután aztán Ózdra érkezett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, valamint Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Az ABB vezetőivel az ózdi egység bezárásáról és az azt követő lépésekről egyeztettek. Az ezután megtartott sajtótájékoztatón Rész Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy szerinte az egyik legfontosabb kérdés az, hogy mit tudnak tenni a gyár évvégi bezárása előtt, és miként tudják a foglalkoztatottságot biztosítani. Óznak most, és jövőben is élnie kell, és megélhetés biztos talajt kell biztosítani, vagy lehetőséget kell teremteni az itt élők számára hosszabb távon is. Én hiszem, hogy az a tárgyalás, amelynek részvevői voltunk most, az eredményes, és bízom benne, hogy miniszter úrral folytatott külön egyeztetésünk is mindazt fogja majd önöknek jelenteni, hogy van elképzelés, vannak célok, és vannak lehetőségek ebben a ma zárult elsőkörös tárgyalásunkban. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kiemelte, hogy 6 olyan programpontot határoztak meg, amelyekkel kezelni lehet a kialakult helyzetet. Szerinte a legoptimálisabb az lenne, ha egy vállalat egy az egyben átvenni az infrastruktúrát, a technikai elemeket és a tudással rendelkező munkavállalókat is. Vannak olyan vállalatok, akik már most jelezték azt, hogy szívesen hoznának létre Ózdon telephelyet. Nem biztos, hogy 1200 emberre, lehet, hogy csak 30, lehet, hogy csak 100-ra, de mindenképpen lehetőséget látnak ebbe. Tehát megnézzük azt, hogy a munkavállalók különböző csoportjait hogy lehet egy vállalatnál felépíteni, vagy arra is támogatást fogunk nyújtani, hogyha egyébként a menedzsment egy része, 50-60 munkás ember úgy gondolja, hogy valamilyen saját vállalkozás indít, manapság ezt startup vállalkozásnak hívnak, akkor ehhez különböző támogatásokat fogunk tudni adni. Illetve, hogy arról van szó, hogy például a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében, de őket mindenképpen szeretnénk különkezelni, arra már most van megoldásunk, hogy hogyan fogjuk tudni a ő jövőbeni alkalmazásukat biztosítani. Egy nagyon fontos dolog, és ez a harmadik program elem, hogy a magyar államnak, mint ahogy egyébként az ózdi acélművek esetében is, hiszen az a döntés, hogy tulajdon részt vásárolunk az ózdi acélművekbe, ez nem azért történt, mert a magyar állam szeretett volna egy acélműben tulajdonos lenni, hanem azért történt, mert úgy láttuk, hogy ha ez nem történik meg, akkor a helyi környezet, a munkaerőpiac károsodás szenved. Ez megtörtént, és én azt gondolom, hogy nem csak szerencsések voltunk, hanem jól átgondoltuk, hogy mit teszünk. A ózdi acélművek termékei olyan terméket jelentenek, ami a magyar gazdaság számára az elkövetkező szakban fontos lesz. Betonacél, azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen ütemben halad előre a magyar építőipar, ha ezt hozzáadjuk még mondjuk a paksi beruházást, akkor ez ilyen termékcsoport, ami mindenképpen érdekes. Na, erre építve döntöttünk úgy, hogy tulajdonrészt vásárolunk, és egy jó döntést hoztunk. Úgy tűnik, ez egy jó befektetés volt. Tehát ne zárjuk azt ki, hogy ilyen típusú döntéseket is tudunk hozni.
Amire még a magyar állam itt képes, és ezt ennek a megfontoláson zajlik, hogy olyan terméket megjeleníteni majd a következő tulajdonosnál, vagy a következő struktúrába, ami az elkövetkező időszakban mondjuk fontos lesz. Egy ilyet említenék, az energia és a klíma stratégiáknak az egyik nagyon fontos eleme, hogy lehetőséget biztosítsunk a háztartásokban a tulajdonosnak, az energiafogyasztásának a befolyásolására. Ez így jól hangzik, de ennek van egy eszköze, ezt okosmérőnek hívják, ez egy olyan eszköz, ami azon túl, hogy egyébként méri mondjuk az áramfogyasztás vagy a gázfogyasztás, de alkalmas arra is, hogy beavatkozzon a háztartás üzemeltetésre, mondjuk bekapcsolja a mosógépet, vagy lekapcsolja a gázt, hogyha valamifajta szivárgást észlel. Na, ezeknek a termékeknek az előállítását nagyon szeretnénk, hogyha magyar cégek is vállalnák. Itt nagyon nagy számokról beszélünk, itt valami 4 millió ilyenfajta mérőről beszélünk. Tehát, hogyha itt olyan cég telepszik meg, aki ilyen terméket tud gyártani, az ABB-re alkalmas lett volna, akkor például ilyenfajta üzleti lehetőséget is tudunk teremteni. A miniszter hozzátette, a lehetőségek között szerepelhet a munkavállalók képzettségének megfelelő továbbfoglalkoztatás, valamint az átképzés is. Mindenkit meg szeretnék nyugtatni innét, hogy bár ezek nem pozitív események, de az élethez ez is hozzátartozik. Itt az a kérdés, hogyan tudunk erre reagálni, tehát hogyan tudunk olyan lehetőséget teremteni, amiből a munkavállalók egyébként ezek után jól vagy jobban fognak kijönni, mint az eddigi alkalmazásoknál. Erre egy sor példa volt, Ózd kiváló példa arra, hogy az ózdi acélművek esetén hogy sikerült átstruktúrálni a vállalatot. Itt növekvő létszámról van szó, egyébként Max Eicher úr is felajánlta segítségét abban, hogy a növekvő ózdi acélművek esetén például az alkalmazás területen ő is segítséget fog nyújtani. Több cégnevet nem szeretnék említeni, mert ezek a tárgyalások most zajlanak. A tervek szerint 2020 végén áll majd le teljesen és véglegesen az ózdi üzem működése, de a létszámot már nyáron elkezdik csökkenteni. A helyzet megoldására szolgáló egyeztetések folyamatosan zajlanak. Az év első melegebb napjain már is sokan vették elő a biciklit. A következő összeállításban szakemberek segítségével mutatjuk meg, milyen karbantartási műveleteket érdemes elvégezni a szezon előtt, és mire kell odafigyelni az úton a balesetmentes közlekedés érdekében. Az enyhülő időjárás, az első simogató napsugarak hatására Ózdon is sokan vették elő a kerékpárt. Fontos azonban, hogy felkészítsük a bringát, és mi magunk is észben tartsuk a lényeges szabályokat. A rutinosabbak télen már úgy állítják le a biciklit, hogy az megkapja a szükséges karbantartást, beállítást. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület alapító tagjával, korábbi elnökével, Tóth Zoltánnal a Zsolt kerékpárboltban beszélgettünk a tennivalókról. Mindenképpen kötelezőnek tartom, hogy a láncot meg kell tisztítani, meg kell kenni, tehát meg kell olajozni, kimondott speciális lánckenő olajokkal, vagy olajjal, több fajta van belőle. A kerekeket, a keréknyomást le kell ellenőrizni. Ha van olyan, ami lánckenő spré, tehát mindenképpen rajta van, hogy kerékpár, lánckenő, olaj, vagy spré, ezeket lehet használni, de ugye ebbe is vannak az olajokban, aki már komolyabb bringás, ugye vizes, útra való, száraz, poros útra. Annak függvényében milyen időbe tekerünk, azt fújjuk rá. Elég gyakran kell, az a jellemző, hogy gyakran kell kenni, és amikor megolajozunk egy láncot, akkor utána mindig menni kell vele egy kört, és le kell törölni róla, mert aztán a ferninek az oldalára ráverődik, akkor meg csökken a fékhatás. A váltók általában úgy nagyon nagy általánosságban még bovdennel működnek, tehát a bovdennek pedig a jellemzője, hogy egy idő után megnyúlik. Ezt például téli időszak után is érdemes, amikor bringázni akarok, először utána állítani, mert elég egy-egy negyed fordulatot állítani a váltókon, annyit tud nyúlni a bovden, és akkor utána már tönkreteszi ugye a fokoskoszorút, a láncot. A közlekedés során nem csak az a kulcsfontosságú, hogy biztonságosan haladjunk, hanem az is, hogy szükség esetén meg tudjunk állni. A kerékpárokon több különböző féktípust alkalmaznak. Minden féknek megvan a sajátossága, tehát egy V-fék nagyon hatékony tud lenni, ugyanúgy, mint egy hidraulikus tárcsafék, de a fékkaroknak a távolságát ezt mindig be kell lőni, be kell szabályozni, hogy az tényleg biztonságos legyen, tehát ott fogjon, ahol éppen annak kell. És az nagyon oda kell figyelni a fékbetéteknek a minőségére is, meg a kopottságára, hogy mennyire kopott, mert tudnak aztán meglepetéseket okozni. Nyilván a tárcsaféknél szakaszosan fékezünk, a V-féknél
ott egy kicsit lehet hosszabb utakat is csinálni, de ez a leglényegesebb egy kerékpárnál, hogy biztonságos fékei legyenek elől is, hátul is. A gumiabroncsok állapotát időről időre ellenőrizni kell. Számít a mintázat mélysége, és az is, hogy ne legyen repedezett, előregedett a köpeny. A guminyomásnak is hatása van a kezelhetőségre. Nyilván, amikor felfújja az ember, akkor tudja, hogy egy mountain bike kerékpárra például 3-3,5 bar nyomás kell. Általában föl van tüntetve a kerékpár gumikon is, vagy a köpenyeken, tehát ezt azért érdemes időnként ellenőrizni, menet közben is, ha az ember érzi, hogy egy kicsit labilis alatta előfordulhat egy gombos tű, vagy bármi töv is, ami lassú defektet okoz. Tehát ezeket mind, ezekre figyelni kell, de tehát 3,5 bar nyomás szükséges hozzá, benzinkúton bárhol. Általában a mostani kerékpárok már autószereppel vannak szerelve, tehát könnyű a benzinkúton is felfújni a megfelelő nyomást. A jó általános műszaki állapot mellett vannak kötelező felszerelései is a kerékpárnak. Ezek többsége a láthatóságot, észlelhetőséget szolgálja. Mindenképp a kötelező felszerelések közé tartozik a lámpa. Mert ugye nem csak világosan teker az ember, hanem este sötétbe is, vagy éppen alkonyatkor. Előre mindig fehér színű lámpát használjunk, tehát ez villoghat is, folyamatosan is éghet, hátulra pirosat, ki hogy szereti, ki hová tudja tenni, az se baj, ha több van. Kötelező a küllőprizma, ami ugye a küllőkre van felszerelve, a kressz azt írja elő, hogy első kerékre elég tehát átlóba kettő, de hogyha elül-hátul van, akkor is tökéletes, tehát, és mindkét oldalról látható. Aztán ami még lényeges, a csengő. Ez csak csengő lehet. Tehát valamikor voltak ezek a mindenféle zenét szolgáltató szerkentyűk, meg dudák, meg egyebek, tehát ezt az új kressz szerint csak csengő lehet. Lámpa fényvisszaverő, ami szintén kötelező, elől fehér, hátul piros. Tehát ezek azok a dolgok, amik mindenképpen kötelezőek a kerékpárra. Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között szintén elengedhetetlen a láthatósági mellényviselése. A kötelező előírásokon túl továbbá azt is szem előtt kell tartani, hogy saját bringánkat testalkatunkhoz igazítsuk. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a mostani kerékpárok több vázméretbe készülnek. Itt is van például, ez kisebb vázméretű, tehát egy alacsonyabb embernek való, ez egy nagyobb vázméretű kerékpár, tehát ez megy 1,82 méteres embernek is megfelel. Nyilván látszik is, hogy ki van húzva a nyerekcsöve, tehát ezeket a nyerget ugye tudom állítani, ki tudom húzni, és olyan magasságba kell állítani, tehát olyan méretre. Ez is egy régi szabály, hogy amikor fönnülök a nyergen, tehát a kerékpáron, és egy normál menetállapotban vagyok, ha belenézek itt a kormánynak a közepébe, akkor úgy van jól beállítva a nyergem, meg a kormány mérete, hogy az első tengelyt fogom látni. Tehát azt jelenti, hogy ha lenézek, akkor az első tengely. Akkor körülbelül az az optimális méret, beállítás, amikor nem fáj a derekam, amikor nem sajog az egyik oldalam. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok. És ha ezt, hogy az ember nem figyel rá, alacsony nyereggel jár, akkor ez olyan, mintha guggolva járnék, tehát egy büntetés. Hamarabb elfárad az ember, nem bírja kitekerni a holdpontokat, és ebből adódóan ugye begörcsöl a lába, elfárad sokkal-sokkal hamarabb, mint egyébként. Ami még lényeges, hogy ugye a nyereg is megvan egy bizonyos szöge, hogy kényelmes. Tehát nem az se jó, hogyha nagyon fölfelé áll a nyergünk, az se jó, hogyha nagyon lenn, mert akkor csúszunk le róla, így vissza a másik irányba ugye tör. És a vízszintestől egy nagyon picit szoktuk lejjebb állítani, ugye az a megfelelő szög, amiben nem zavar.
Ha megfelelően felkészítettük a járművet és minden beállításon túl vagyunk, érdemes felfrissíteni közlekedési ismereteinket. Nem mindegy ugyanis, hogyan és hol tekerünk. A kerékpáros általában 40 km-rel tekerhet maximum, de van versenykerékpáros, aki lakott területen kívül ilyen nikeceles fejvédővel közlekedik, nekik 50 a megengedett legnagyobb sebesség. Ha a kerékpáros a kerékpárútra megy rá, ott 30 km-rel tekerhet, van gyalog és kerékpárút, ott a gyalogosok miatt csak 20 km a megengedett legnagyobb sebesség, és van egy speciális eset, amikor azt mondja a jogszabály, hogy az út kerékpározásra alkalmatlan, akkor a kerékpáros a járdán is tekerhet, de maximum 10 km-es sebességgel mehet a gyalogosok védelme miatt a járdán. A kerékpáros hol közlekedhet? Hát elsősorban a kerékpárúton vagy kerékpársávon. Ha ezek nincsenek, akkor jön a leállósáv, a gyújtpatka. Ha ez nem járható, mert mondjuk esett az eső, felázott, akkor az úttesten a lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni a kerékpárosnak. A kerékpáros egy sorban közlekedhet csak az úttesten, a patkán és a járdán. Ha a kerékpáros lakott területen kívül főútvonalon balra szeretne kanyarodni, akkor ott az a szabály, hogy jobb oldalt megáll, leszáll, és gyalogosként tolja át a kerékpárt. Hangsúlyozom, itt feltétel, hogy főút is legyen, és lakott területen kívül itt csak gyalogosan kanyarodhat be, illetve haladhat át balra. Mint a közlekedés minden résztvevőjére, a kerékpárosokra is vonatkoznak bizonyos tiltások, amelyeket saját magunk és mások épsége miatt be kell tartani. Először is elengedett kormánnyal kerékpározni, nagyon balesetveszélyes. Tilos a kerékpárhoz vontatmányt kapcsolni, kivéve a kerékpár utánfutót, ami gyári kapcsolófejjel kapcsolódik a kerékpárhoz. Tilos olyan tárgyat szállítani, ami túlnyúlik előre-hátra egy méternél, tehát maximum egy méterre nyúlhat túl a szállított tárgy, és a kormányzásban nem akadályozhatja a kerékpárost. 12 éven aluli személy főútvonalon nem kerékpározhat. Az országban számos helyen találkozhatunk kifejezetten a bringások számára kialakított kerékpárutakkal, kerékpársávokkal. A közelmúltban már Ózdon is alakítottak ki ilyeneket. A projekt még folyamatban van. Kétfajta kerékpársáv létezik, a régi hagyományos, ami köznapi életben úgy terjedt el, hogy zárt kerékpársáv, ezt az úttestből folyamatos sárga vonallal választják le, és van az új, a nyitott kerékpársáv, ez fehér szaggatott vonallal van leválasztva. Kettő közti nagy különbség, hogy a zárt kerékpársávra más járművel nem lehet ráhajtani, míg a nyitott kerékpársávra más jármű is ráhajthat, személykocsi, teherautó, rövid időre, míg mondjuk kikerül, vagy éppen bekanyarodásra készül fel. És akkor a Kresszben megjelent jó pár éve a kerékpáros nyom, ez egy ajánlott útfelület a kerékpáros közlekedésre, nem kötelező, csak ajánlott. Ha rendes úttal párhuzamosan, tehát a vonalvezetését követve kerékpár utat is kijelölnek, akkor a kerékpáros ezen köteles közlekedni. Ellenben, ha itt az úttestre kerékpárnyomot is felfestenek, akkor a kerékpárosnak választási lehetősége van, hogy megy a kerékpár úton, vagy a rendes úton megy a kerékpárnyomon. Mert itt a kerékpárnyomon a többi járművezető fokozottan fog figyelni a kerékpárosokra. Vannak továbbá olyan forgalmi helyzetek, amelyek különösen nagy körültekintést igényelnek. Annak hiányában balesetveszélyt hordoznak magukban. Ilyen többek közt a körforgalom. A behajtást, a bennehaladást a kerékpárosnak, meg más járműnek sem kell jelezni. A kihajtást ellenben igen, hogy mékágon kívánja a körforgalmat elhagyni. És a legbalesetveszélyesebb a zebrán történő áthaladás. Nagyon sokszor a kerékpáros rajta ül és úgy halad át a zebrán. A szabály az, hogy megáll, leszáll és gyalogosan tolja át a zebrán, tehát rajta ülve nem haladhat át. És végül, amit még meg szeretnék említeni, ez a zenehallgatás, mobiltelefon, fülbe a fülhallgató. Ugye a külső zajokat lezárja, nem hallja a közlekedő, jön a megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautó szirénázva, nem hallja a szirénát, kilép előbe és baleset lehet belőle. Tehát ha közlekedünk, csak úgy közlekedjünk, hogy a külső információkat fel tudjuk venni, halljuk az esetleges sziréna hangját és ennek megfelelően tudjunk közlekedni. Ennyi fért mai műsorunkba. Ha önök is ismernek valakit, akinek életpályája, hobbija vagy munkássága érdekes vagy példaértékű lehet mások számára, küldjék el javaslataikat az apropo.ovtv@gmail.com e-mail címre.
Az apropóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!